Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Ebben a nehéz időszakban az első és legfontosabb, hogy emberként tudjunk továbbra is a tükörbe nézni. Ennek az egyik első feladata, hogy ne csináljunk ellenségképet. Most erre persze mondhatja egy pár kedves néző, hogy nemrégen beszéltem Klaus Schwabról, és mondtam róla gondolatokat. Kérem szépen, az ellenségkép és a realitás az két különböző dolog. Létezik Klaus Schwab. Mondta azt, amit mondott? Mondta. Elképzelhető, hogy a világ egy része az a globalizmus felé halad? Ez a realitás. Ez nem ellenségkép. Hozzá kell tegyem, hogy abban a pillanatban, ha az embernek ellenségképe van, akkor vagy gyűlöli, tele van iránta indulattal, vagy fél tőle, vagy mindkettő. Bennem nincs félelem. Jó, persze mondhatják, hát már annyi idős vagyok, hogy mi a fenétől féljek. Megoldások fele kell menni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy magunkban hozzunk egy döntést, hogy a megoldás érdekel. És az a megoldás érdekel, amely most engem elsősorban előre visz. Engem, azaz a kedves néző, tehát önmagunkra gondolva. Mi az, ami előre vihet? Tehát a projekció, vagy más szóval kivetítés, az az ellenség kép gyártás. Nincs ellenség. Ebből kell kiindulni. Ez nem azt jelenti, hogy nem láthatom, hogy mi történik a világban, és arról nem lehetnek gondolataim. De ez hótnyugalommal történik. Egy racionális látásmóddal, amely semmi több, mint szemlélődés. Megállapítok dolgokat. Nem ítélkezek, vigyázat, nem ítélkezek, hanem megállapítok. Amikor azt mondtam, hogy Adolf Hitler asztrológiai képlete és Klaus Schwab születési feltételezett adatai között megfelelés látható, az nem ítélkezés, az maga a racionalitás. Megnéztem a feltételezett, hát azért mondom, hogy feltételezett, mert ugye 100% biztonsággal nem mondhatjuk, hogy akkor született, de feltételezett születési adata alapján, ismerve Adolf Hitler születési adatát, ennek következtében igenis vannak megfelelések a két ember között. Azon túl ez egy megállapítás, és nem kell tovább gondolni semmit. Ez csak egy érdekes, ez körülbelül olyan, mint amikor megyek a, mit tudom én, Klauzál utcába, és az utca név táblán megállapítom, hogy a Klauzál utcába érkeztem. Ott vagyok, az a Klauzál utca, oké. Semmi több. Nincs benne indulat, nincs benne érzelem, csak megállapítás. Ez az első és legfontosabb dolog, hogy a mindennapi életben hozhatunk megállapításokat. Ne ítélkezzünk, és ne ellenségképekben gondolkozzunk. A minap elmentünk ebédelni, és a nejemmel, és azt láttam egy pár pillanatig, hogy takarítónők összevesztek. Kis butaságon, és rögtön az egyik hatalmi szóval próbált a másik fele megnyilvánulni. Ráadásul ez két idős nő volt, tehát
abszolút benne voltak a nyugdíjas korba, és ez is egy megállapítás, hogy miért nem lehet már béke a szívében egy ilyen idős embernek? Na mindegy, csak ha körbenézünk, hát a média, meg a különböző véleményformálók között rengeteget találunk, aki él a bűnbakkeltés, az ellenségképgyártás fogalmával, és valójában úgy megkérdezném tőle, hogy figyelj, neked ebből mi a hasznod? Mi ennek a pozitív célja? Rád nézve, mi a pozitív célja? És akkor lehet, hogy kiderül, hogy kőkemény, mondjuk anyagi érdekek vezetik. Lehet, hogy más. Egy biztos. Térjünk oda-vissza, hogy legutóbbi alkalommal azt mondtam, hogy ezekben a nehéz időkben mindenképpen szeretném, ha spirituális irányba vinnénk el a gondolatainkat. A spirituális irány, ugye a spiritualitás szót kell ahhoz megértenünk, hogy tehát nyilván a latinból jön, az angol spirit, ugye a ismertebb, tehát úgy vált ismertebbé, és aztán ha azt mondjuk, hogy ez lelki dolgokról szól, akkor az a baj, hogy ott megyünk félre, hogy a hétköznapi értelemben azokat használjuk lelki dolgoknak, amelyek érzelmi eredetűek. És amiről én beszélek, az, vagy én szeretnék beszélni, az nem az érzelmekről szól. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy használjuk azt a szót, vagy azt a kifejezést, hogy magasztos. Van a misében, a katolikus misében egy olyan mondat, ahol a pap azt mondja, hogy emeljük fel szívünket, felemeltük az Úrhoz. Ez a hívek válasz, hogy felemeltük az Úrhoz. Tehát én most azt mondanám, hogy emeljük meg a szívünket, amely tehát ne hétköznapi érzelmi tudatosságban, hanem egyfajta isteni magaslatban, isteni tudatosságban gondolkodjunk el a dolgainkról, és az első és legfontosabb, ami által elindulhatunk ezekbe a magasságokba, hogy érdekmentessé tesszük a gondolkodásunkat. Hogy lehet érdekmentessé tenni a gondolkodást? Úgy lehet érdekmentessé tenni a gondolkodást, hogy először is elkezdjük analizálni a hétköznapi gondolkodásunkat, tehát megfigyeljük a saját gondolatainkat, és feltesszük azt a kérdést önmagunknak, hogy figyelj, ennek a gondolatodnak mi a pozitív célja? Hova vezet ez a gondolat? Mit szeretnél vele elérni? És az önismeret szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy őszinte választ adjunk. Tehát ne elégedjünk meg egy válasszal, ha válaszolunk, tehát mit tudom én mondjuk, szeretnék egy magasabb fizetést elérni, mondok egy példát, ez egy ilyen példa, szeretnék egy magasabb fizetést elérni. Akkor itt ne álljunk meg, mert ugye ez az első válasz volt, és annak, hogy magasabb fizetést érsz el, annak mi a célja? Mi a pozitív célja? Akkor több mindent megengedhetek magamnak. Például, mi az elsődleges, amit szeretnél megengedni? Választékosabban étkezhetek. Nagyon jó. És ennek mi a pozitív célja?
örömtelébbé válik az életem. Nagyon jó. És ennek mi a még pozitívabb célja? Hát ha örömtelébbé válik az életem, akkor akár boldog is lehetek. Nagyon jó. És a boldogságnak, annak mi a célja? Annak mi a még pozitívabb célja? Hát, akkor szabadon szárnyalhatok. Nagyon jó. És ha szabadon szárnyalhatsz, annak mi a még pozitívabb célja? Hát akkor valójában azt csinálok, amit akarok. És ki az, aki azt csinál, amit akar? A mindenható Isten. Tehát az az első gondolat, hogy választékosabban szeretnék enni, az elvezet minket az Istenhez. Szeretném elmondani, hogy bármilyen gondolatból ugyanez a végcél. Minden út Rómába vezet, ahogy ezt régen mondták. Tehát minden út az Istenhez vezet. Tehát lehet egy másik gondolkodást is. Miért haragszol rá? Mert megbántott. És ennek mi a pozitív célja, hogy haragszol rá? Hát annak az a pozitív célja, hogy akkor kiadhatom a dühömet. És annak mi a pozitív célja, hogy kiadod a dühödet? Hát ha kiadom a dühömet, akkor elszáll a dühöm. És annak mi a pozitív célja, ha elszáll a dühöd? Akkor jól érzem magam. És annak mi a pozitív célja? Nem fogom tovább vezetni. Higgyék el, én ezt a módszert 1992-ben ismertem meg. Nyugodtan mondhatom, hogy azóta eltelt 30 év. Irgalmatlan sok emberrel csináltam meg ezt a gyakorlatot, és ez a gyakorlat egyértelműen megmutatja, hogy a gondolkodási struktúránkban előbb vagy utóbb eljutunk ahhoz a felismeréshez, hogy szeretnénk Istennel egyesülni. Ennyi. Ennyire egyszerű. Na most, hogyha a gondolkodásunk meg van emelve egy magasabb síkba, akkor a hétköznapok világa, bármennyire is történnek olyan dolgok, vagy történhetnek olyan dolgok, amelyek úgymond zavarólag hatnának, szeretnék egy példát mondani. Éjszaka, amikor kevésbé kontrolláljuk magunkat, általában nem szoktuk, gyakorlatokkal egyébként elérhető, hogy az álomkontroll is működjön, de most én azt mondanám, hogy általában nem szoktuk. Mi ennek a következménye? Előfordult, hogy jön egy rossz álom. Mi történik ezzel a rossz álommal? Hát felébredünk benne, vagy hánykolódunk, vagy mit tudom én, reggel fölkelünk, és aztán tovább lépünk. Még hat is ránk, történnek a dolgok, megyünk tovább az utunkon. És nem ragadunk le egy rossz álomnál. Megjegyezhetjük, de aztán úgy elhalványodik, mert mennek tovább a dolgok. Ugyanez az élet is. Az élet is, ha úgy tetszik, lehet egy rossz álom. De aztán jön a holnap,
és holnap más fog történni. Tehát el kell kezdeni egy kicsit ilyen szemlélődve nézni. Jaj, de szép ez a, mit tudom én, diófa, milyen szép zöldek még a levelei, stb. Stb. És aztán az ember tovább lép. Tehát első lépésben ezt szerettem volna megmutatni, hogy ezekben a kritikus időszakokban hogyan lehet megemelkedni. Minél többen vagyunk, akik egyfajta ilyen emelt tudattal létezünk, és tudatossággal alkotunk képeket a mindennapjainkról, annál inkább furcsa dolgok fognak történni társadalmi méretekben. Először csak azt vesszük észre, hogy a saját életünkben történnek furcsa dolgok. Észreveszünk például azt, hogy gondoltunk valamire, és a következő pillanatban ott van. És akkor hirtelenjében eszünkbe juthat az a sor, amit Istentől, Jézustól származtatnak, ugye, hogy kérjetek és adatik ti néktek. Ez a lényeg. Csak egy nagyon fontos dolgot figyelembe kell venni. Csak olyasmi adatik, ami a mi fejlődésünkre van, és olyasmi nem adatik, ami nincs a fejlődésünkre. Az aztán egy következő kérdés, hogy amikor adatik, akkor azzal mit kezdünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra! Thank you.